Köszöntöm nézőinket! Azt gondolom, hogy az élet egyik legszebb pillanata, amikor az ember az esküvőjére készül, ám nagyon-nagyon sok szervezésre jár. Éppen ezért jó, hogyha egy esküvő kiállítás segíti az érintetteket mindebben. Köszöntöm a stúdióban Dávid Viktóriát, aki a közelgő esküvő kiállításnak az egyik szervezője, főszervezője. Hotel Sopron ad majd otthont ennek egyébként ezen a héten vasárnap. Mindemellett az Afrodité esküvő szervező iroda munkatársa. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm szépen a meghívást, és természetesen üdvözlöm a kedves nézőket. Évlévre beszélgetünk mindig az esküvői szezonról, ami kicsit furcsának tűnhet a nézőknek, hogy novemberben beszélünk esküvői szezonról. Miért helyén való mindez? Azért, mert mindenképpen muszáj előre gondolkodni, hiszen ahhoz, hogy ki tudjuk választani a legjobb szolgáltatókat, vagy akik nekünk leginkább tetszenek, ahhoz időben kell, hiszen egy-egy szolgáltató nagyon gyakran egy fotós, egy videós, egy szombati napon csak egy esküvőt tud elvállalni, valamint ugyanígy a helyszínek tekintetében is, ha valakinek van egy kedvelt helyszíne, vagy amit kinézett magának, ugye azt muszáj időben lefoglalni, hiszen egy helyszínen egy este egy esküvő, egy lakodalom tartható, úgyhogy azért kell mindenképpen időben elkezdeni, hogy meglegyen a választás lehetősége, és minden úgy alakuljon, ahogy a párok ezt szeretnék. Olyan érdekes, hogy az elmúlt időszakban, amikor beszélgettünk az esküvő kiállításról évről évre, mindig azt mondtuk, hogy ez egy nehéz év. Az elmúlt években ugye nehéz év volt a járványügyi helyzet miatt, most van egyfajta energiaválság, ami egész Európára, sőt tulajdonképpen világszerte jellemző. Ettől függetlenül, ha jól gondolom, azért a házasodási kedv nem változik. Igen, jól gondolod. Nyilván az energiaválság leginkább a helyszínek tekintetében érződik és csapódik le. Ugye köztudott itt Sopronban több vendéglátóipari helyszín már bezárásra kényszerült, és ugye még mindig előttünk van az igazi tél, ahol kiderül, hogy ki tudja ezt túlélni. Tehát én itt látok egyfajta a problémát, ugye, hogy a helyszínek tekintetében fog lecsökkenni, hiszen azért a szolgáltatók köre az nem változik, tehát ők ugyanúgy maradnak, próbálják kiszolgálni a pároknak az igényeit. Ugye itt a helyszín tekintetében lehet esetleg egy-két helyen probléma, de én azt tudom mondani, hogy most már nem annyira ragaszkodnak a párok a szombati esküvőhöz, hiszen nekünk is, főleg ugye idén a járvány miatt eltolt esküvők okán is muszáj volt kompromisszumot kötnie a pároknak, és adott esetben pénteki, vagy ha úgy jött ki egy ünnepnap, akár hétközbeni esküvők is voltak, vagy egy vasárnap, nem lakodalmas, de egy szép vasárnapi ebéddel összekötött szertartás is elképzelhető. Úgyhogy én ebből a tekintetből viszont azt tudom mondani, hogy a párok is egyre inkább rugalmasabbak, már nem az van, mint 10 évvel ezelőtt, hogy az esküvő az kizárólag szombaton van, hanem egyre gyakoribbak a pénteki, és akár egy-egy alkalommal egy másik napi esküvők. Beszéljünk akkor ugye a vasárnapi kínálatról, mikor érdemes oda látogatni az ifjú pároknak, az örömszülőknek, örömnagyszülőknek, rokonságnak, hány órától hány óráig is, hogy mi mindent kínál? Maga a kiállítás az 10 órától 18 óráig fog tartani. Most már hagyományosnak mondható, hogy 16 órától egy hastánc, illetve esküvői tánc bemutató kerül megrendezésre. Erre is nagyon sok szeretettel várjuk az érdeklődőket, de természetesen minden kiállító 10-től 18 óráig ott van. Igazából megjósolhatatlan, valamelyik éven délelőtt vannak nagyon sokan, valamikor délután, bármikor érdemes kijönni, hiszen közel 40 kiállító fog részt venni idén, ami azt gondolom, hogy egy nagyon jó számít Sopronban, hiszen a Covid alatt ugye nyilván ez sajnos kevesebb volt, hiszen a kiállítók közül is volt, aki jobban tartotta a járványtól, vagy annak a hatásától. Viszont idén nagyon sokan leszünk, ennek nagyon örülünk természetesen, és azt tudom mondani, hogy tulajdonképpen nem lesz olyan szegmens, amit ne tudnánk lefedni, hiszen a helyszínektől kezdve fotós, videós, karikagyűrű, meghívó, ceremóniamester, szertartásvezető, dekoráció,
még gondolkodok, kik lesznek, aztán fotóbokszal lesznek kint természetesen, hiszen az most egy új nagy trend. Ezen kívül különlegességképpen esküvői vendégkönyvet is kínálnak, köszönetajándékokat, valaki lufiból készít menyasszony vőlegény párt, azt mondták, hogy élő nagyságban, úgyhogy többféle érdekesség is lesz, meg természetesen a klasszikus kiállítók, mint minden évben. Nagyon érdekes, hogy tényleg legyen az a nap olyan, amilyen a pár, ez egy nagyon-nagyon fontos gondolat, és ennek az egyik alapja tulajdonképpen a dekoráció, mert a dekoráció a stílusát adja az egész esküvőnek, és ahhoz lehet sok mindenben alkalmazkodni. Mik most a trendek, és mennyire fontos a pároknak az, hogy egységes legyen a dekoráció, bizonyos stílust tükrözzön? Abszolút, ahogy te is mondod, nagyon fontos. Ugye ezért is a mi cégünk egyik fő profilja az esküvőszervezés mellett az esküvői dekoráció. Hiszen ennek a megálmodása az már a legelső lépésekkor kezdődik, hiszen a meghívónak a színvilága, az ízlésvilága, az már tükrözi majdan a későbbi dekorációt. Ezért érdemes már ugye a kezdetektől profikhoz fordulni, hiszen akkor már a legelső lépésnél fel lehet építeni egy koncepciót, egy színvilágot, ami aztán később ugye azon a napon a dekorációba, a menyasszonyi csokorba és az egészbe kicsúcsosodik. És hogy akkor a trendekről is meséljek, ugye az egyik nagy irányzat idén az a greenery, tehát a zöldek. Mindenféle eukaliptus, ruszkusz, borostyán, ezek hatalmas kedvencek voltak már 2022-ben, de jövő évben is abszolút viszik az egyik vonalat. Ezeket lehet kiegészíteni virágokkal, aranykiegészítőkkel, ez is egy abszolút nagy divat manapság, hogy különböző aranygyertyatartókkal, geometrikus formákkal, ilyen kis kiegészítőkkel, és akkor attól egy elegánssá válik. Fényszálat lehet hozzáadni, hiszen a fények abszolút már évek óta mindig nagy sikernek örvendenek. Tehát ez az egyik, ez a zöld, abszolút letisztult, kevés színnel, nem olyan színes, tehát inkább fehér, pasztel, virágokkal kiegészítve, és a másik az meg abszolút ez a pasztel irányzat, tehát nagyon finom púder, rózsaszín, esetleg néha-néha egy barack, fehérrel, krémmel, ez a cappuccino, homokszín, ezek nagyon-nagyon előtörtek, és ugye akkor ezeket is lehet már akár egy-egy arany dologgal kiegészíteni, és abszolút teret hódítanak az élő virágok, az élő növények. Még ugye látjuk azért az amerikai filmekben, nagyon sokat dolgoznak mű vagy helyen virágokkal, itt nálunk abszolút inkább az élő virágok az, amik kedveltek, és nyilván azzal dolgozunk mi is. Az is érdekes lehet, hogy a trend merre felé megy, mert ugye elejénél voltak a nagyon-nagyon nagy lagzik, aztán utána úgy tűnt, hogy egyre kevesebb meghívott van, tehát egyre kisebb lagzik ki a divat. Most jelenleg mit lehet mondani? Én azt tudom mondani, hogy most egy megálltunk egy ilyen közép kategóriánál, mondhatjuk azt. Nyilván van egy kisebb létszámú esküvő is, de kevésbé jellemző. Én azt tudom mondani, az esküvők zöme olyan 60-80 fő között áll meg, és akkor a maximum az meg olyan 100-120. Tehát most már ezek a 150-200 fős esküvők abszolút nem jellemzőek. Meg ugye hozzá kell még azt is tennünk, hogy még elég nehéz is ennyi főre helyszínt találni Sopronba, illetve környékén, de már nem is terveznek ennyivel a párok. Akkor most képzeljük el, hogy veled szemben áll egy ifjú pár, akik még bizonytalanok, azt tudják, hogy szeretnék az életüket összekötni, és szeretnék azt, hogy legyen olyan esküvőjük azért, ami emlékezetes, amin ők is szívesen vesznek részt. Akkor légy szíves, adjál tanácsokat ennek a képzeletbeli ifjú párnak, hogy mire figyeljenek, amikor tervezik a nagy napot. Az első tanácsom nyilván az lenne, ha ma találkoznánk, hogy vasárnap jöjjenek el a kiállításra, ha így visszacsatolhatok mindjárt. De természetesen az az egy legfontosabb, hogy ők ne stresszeljenek, hogy ők úgy érezzék, hogy minden, amit előtte kiválasztottak, megszerveztek, vagy ugye ha hozzánk fordulnak, általunk megszervezésre került,
az rendben lesz, és ők nyugodtan csak magukra összpontosítva, arra, hogy jól érezzék magukat, arra figyeljenek. Nyilván ehhez az kell, hogy profikhoz forduljanak, tehát hogy profi szolgáltatókkal vegyék magukat körbe. Nyilván én nagyon jól tudom, hogy ez olykor-olykor, hogy fogalmazom, picit drágább, mert hogy vannak olcsóbb lehetőségek is, de én azt gondolom, hogy ha valaki egy tökéletes esküvőre törekszik, akkor azt a kis minimális összeget inkább érdemes hozzátenni, és tényleg a legjobbakat megbízni, mert akkor tényleg nyugodtan állhatnak neki a nagy napnak. Olyat javasolnál egyébként, hogy idősebb párok, van egyáltalán ilyen, hogy mondjuk újraházasodnak? Van-e ilyenre példa, vagy ez csak az én ideálomban létezik, hogy egy újraesküvő mondjuk 50 év múlva? Természetesen, tehát itt ketté tudom mondani, van olyan is, hogy aranylakodalmat, vagy ezüstlakodalmat szervezünk, tehát erre is volt már többször példa. Ugye is van olyan is, hogy kicsit idősebb párnak a második, vagy harmadik esküvét szervezzük, vagy van olyan is, akik idősebb korba találnak egymásra, és addig abszolút nem volt párjuk, vagyis hát állandó. Úgyhogy nem meglepő, hogy akár egy 40-es, 50-es évekbeli pár keres meg minket. Hozzájuk is ugyanúgy állunk, mint a fiatal korosztályhoz, úgyhogy mi nagy szívvel várunk mindenkit mindig. Tehát ezek után akkor mindenkinek érdemes, aki a jövőben a boldogító igen kimondásán gondolkodik, ellátogatni a Hotel Sopronba. Vasárnap hánytól hányig? Vasárnap 10-től 18 óráig, és én azt tudom mondani, hogy mindenkinek, aki 2023-ban, vagy akár 24-ben, hiszen helyszíneket is lehet már ott foglalni, akiknek adott esetben már 24-re is megnyíltak az előjegyzési naptáraik. Hát köszönöm szépen a beszélgetést, és akkor nagyon kellemes ünnepet és találkozást kívánok vasárnapra. Én is köszönöm szépen, és sok szeretettel várunk mindenkit. Kedves nézőink, ennyi fért Mozaik című műsorunkba. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!